tisztelt emlékező közösség, nehéz egy ilyen nagy ember emlékezni, mint amilyen Hajnika volt. Szomorú, hogy azt kell mondjam, hogy volt. Tegnap még, amikor Szentmisére jöttek Arika és Misi, elkísérte őket egy idevaró asszony, aki itt van hal mellett. Nem akarom nevén nevezni, de ha hátra néznek az itt valók, akkor megismerik. És a szentmise után meghívtam egy egyszerű levédre, hogy beszélgessünk. És azt hiszem, hogy kétszer vagy háromszor is Marikát, Hajnikát megszólította. Valahol, valamikor ő is abban a középiskolában járt, ahol én. Csak én előtte, mert hát látható, hogy jóval öregebb vagyok. Éppen azt, hogy szinte gyermekén lehetne, azt nem mondhatom, de hát egyéb jó tízesztendőnél több választott el. Mégis, ahogy Hardita megyébe került, megismertem már korán, és ott is az ő munkáját, a pontosság, a lelkismertesség, az emberekért való odaadás, a teljes értékű élet jellemezte. Éppen ezért, amikor most emlékezünk szövetségünk egyik oszlopos tagjára, aki nagyon sokat tett, hogy nem csak Kovászna megyében, hanem szerte az országban Magyar Pedagógus Szövetség jó híre megalapozottan eljusson, akkor engedjék meg, hogy egyik kedvenc költőmnek, Kányádi Sándornak a versoraival emlékezzek rá. Halakom olhatnak, követ is váshatnak, magaslit nem forrad a megtartó példa. Kányádi ezt a verset Kós Károly emlékére írta. Ebből a versből idéztem ezt a négy sort. Azt hiszem, hogy most, amikor emlékezünk, amikor egy szellemi nagyságra mondhatjuk nyugodtan, tudás nélkül emlékezünk, és meg akarjuk őrizni emlékét, nem akarjuk elfelejteni, hogy eltávozott, úgy vesszük, mintha itt élne köztünk, mert a szelleme itt maradt, akkor azt hiszem, hogy ez a négy sor kifejezi azt, amit mondani szeretnék. Legyen ő megtartó példa a falujának, nekünk, a Pedagógus Szövetségnek, és mindannyiunknak, akik a nemzetünkhöz tartozunk, ő minden szempontból példaértékű ember. Adjon Isten neki nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Emlékezzünk rá szeretettel. Köszönöm megtisztelő tőle.